De én miért nem fogom? A radar semmit nem mutat az adott területen belül. Első eset. Közeli találkozás az első lénnyel. Szemtanúk UFO-t észlelnek. Nincs interakció a lény és a szemtanúk, illetve a lény és a környezet között. A jármű jobbról balra halad, és hihetetlenül hosszú. Második eset. Közeli találkozás a második lénnyel. Interakció az UFO és a környezet között. Fizikai kihatás növényekre, állatokra és emberekre. Harmadik eset. Közeli találkozás a harmadik lénnyel. Az UFO-ban tartózkodnak is. Nincs közvetlen kapcsolat vagy kommunikáció. Elég furcsán néz ki. Negyedik eset. Közeli találkozás a negyedik lénnyel. Az UFO lezuhant. Kapcsolat az UFO-ban tartózkodókkal. Én semmi. Tudsz másolatot küldeni? Valamit átküldött. Nézzük meg. Te jó Isten! Nézd csak! 1996. január 20-án a hajnali órákban Közép-Brazília egén számos UFO jelenségről számoltak be. Némelyiket amatőr videófelvételeken meg is örökítették. Aztán furcsa fordulatot vettek az események. Egyes beszámolók szerint az egyik UFO Virginia közelében lezuhant, és a helyi katonaság megtalálta a földön kívüliek holttestét. Az UFO hívők számára az 1947-es Roswell-i szerencsétlenség óta ez volt a legjelentősebb esemény. Tudjuk, hogy sok bizonyíték áll a rendelkezésünkre, és Brazíliában 96 óta hatalmas ködösítés folyik. Hiszek abban, hogy idegen lények látogattak meg minket, akiket a katonaság foglyul ejtett. És szeretném tudni, mi történt az idegenekkel. Szerintem az egész világ kíváncsi, hogy a lények még mindig Brazíliában vannak-e, és hogy mi történt velük. Ezt az esetet alaposan dokumentálták. Egyszerűen megcáfolhatatlan. Mindegy, mit mond a katonaság, rejtegetnek valamit. A fogságba ejtett idegenek még mindig ott élnek Brazíliában. Szemtanúk beszámolói szerint az UFO Virginia egy Brazília középső részén található kis iparváros szélén zuhant le. Január 20-án hajnali 2 órakor amerikai műholdak egy a Föld légkörébe éppen belépő tárgyat fedeztek fel. Természetesen Brazília felé tartott. Az amerikai hatóságok vagy a hadsereg tudatta velünk, mármint a brazil hatóságokkal, hogy Brazília felé tart, és figyeljünk oda rá. A tárgyat zuhanás közben sok szemtanú látta. Nagyon furcsa volt az egész. Némelyek cigaretta alakúnak írták le a tárgyat, és villódzó fény kísérte. Szóval ugyanaznap reggel 7:30 körül a Virginia környéki területről néhányan furcsa lényről kezdtek beszámolni. Nyilván a szerencsétlenség egyik túlélője volt. A tűzoltók január 20-án egy nagyon furcsa lényt fogtak el. Hálót borítottak rá, betették egy 1 négyzetméteres faládába, és közvetlenül a hadseregnek adták át, akik ezért voltak ott.
Arról számoltak be, hogy szörnyű ammónium szagot éreztek. Alig mertek levegőt venni. A lény rendkívül csúf volt. Az egyik tűzoltó mondta, hogy szívesen látott volna engem egy szobába bezárva egy ilyen lénnyel. Igen csúnya volt, három ujja volt, és hosszú, nagyon erős körmei. Az egyik lény a hadsereg bázisán végigkarcolta az egyik faasztalt. Látni kellett volna, mi történt az asztallal. Pedig csak egy kicsit megkarcolta. Amikor először értették meg, miről van szó, teljesen ledöbbentek. Mert hirtelen a brazil hadsereg szemben találta magát egy idegen lénnyel. Nagyon meghökkentek, hiszen soha nem gondolták volna, hogy így néz ki egy földön kívüli. Meg is lepődtek, de egyben meg is ijedtek, hogy esetleg elkapnak tőle valami betegséget. A lények leírásából az derült ki, hogy sokkal inkább szállítmányként utaztak, mint sem legénységként. Zavartnak tűntek, nem viseltek ruhát, tele volt a bőrük kis szarvakkal. A reakcióik nem utaltak különösebben magas intelligencia szintre. Ki tudja, talán valami földön kívüli helyről származó legénység volt, és fel sem tudtuk mérni, mekkora az intelligenciájuk. Csak éppen az embernek nem volt olyan érzése annak alapján, ahogy lerajzolták őket a szemtanúk vallomásai alapján, hogy különösebben okos lények lettek volna. És el tudom képzelni, hogy egy szállító űrhajó ilyen problémával találta szembe magát. Pilótahiba történhetett, és a jármű irányíthatatlanná vált. And weren't really the operators of the craft. Nyilván valami szokatlan dolog történt. Egy csomó lehetőség van, amiket meg kell vizsgálni. Az egyik lehetőség, hogy meg kell néznünk a valószínűségét, hogy egy műhold tért vissza a Földre, vagy valamiféle űrszemét lépett be a Föld légkörébe. Állítólag az észak-amerikai légvédelmi parancsnokság figyelmeztetést küldött a brazil hatóságoknak, hogy valóban valami kiemelkedő esemény fog történni. Az első dolog, amire gondoltam, hogy UFO-kutatókat kellene bevonnunk. Ha az ember hall egy bejelentést, különösen élénkfényekről, meg mozgásról, amit az égen a Föld közelében láttak késő éjjel, először is arra gondol, hogy a hadsereg éjszakai hadműveletet hajt végre. Nyilván lehetnek katonai teherautók, erős fényszórói, vagy valami hasonló fény. Akár alacsonyan repülő helikopter is lehet, ami a Földhöz nagyon közel kering. Bizonyos időjárási körülmények között, értemezen a szelet, nem szükségszerűen hall az ember erős zajt, amíg a jármű nincs közel. Bizonyos jelentések szerint a hadsereg és a tűzoltóság emberei közösen eltávolítottak valamit vagy valakit a lezuhant roncsból, és a helyi kórházba szállították. Az orvosok és a nővérek reakciója elég vegyes volt, mert néhányan arra gondoltak, hogy földön kívüli lények lehetnek. Mások szerint genetikai kísérlet lehetett. Voltak, akik a sátán fiának vélték. Néhány katona, aki részt is vett az elfogási akcióban, eljött a kutatókhoz, és elmesélte, hogy ő is benne volt, ott volt, segített az elfogásban, segített megfogni a lény, berakni a ládába, segített elszállítani. Voltak a hadseregből szemtanúink. Már is ott vagyunk. A helyi tűzoltók megerősítették, hogy január 20-án riasztották őket egy esethez. Ám a parancsnokuk tagadta, hogy UFO-k vagy földön kívüli lények lettek volna.
Akik most bent vannak, nem tudnak semmit az egészről. Aznap ők nem voltak szolgálatban, csak egy őrmester, aki viszont most szabadságon van. Szerintem a sajtó emberei, meg az ufológusok mind ugyanazt fújják. Azt hiszik, mindent tudnak az egészről, mert hallottak egy-két kósza hírt. Persze fényképek nincsenek, meg tárgyi bizonyítékok, csak szóbeszéd. Arra meg nem érdemes hagyatkozni. A tényekből kell kiindulni. A szakmánkból adódóan mi itt nem foglalkozunk rémhírekkel, mindig az észszerűség elveit követjük. Tetteink is az észszerűségen alapulnak. Amúgy meg nem szoktunk embereket elfogni. Mindenki velünk foglalkozik, mert azt hiszik, egy földön kívüli szállítottunk. Ez nem a mi kompetenciánk. Még hogy egy idegen lényt szállítgatunk, erre még kapacitásunk se lenne. Azóta egyfolytában olyan kérdésekre akarnak tőlünk válaszokat kapni, amikre mi nem tudunk válaszolni. Ez az egész nagyon összetett dolog. A brazil emberek kíváncsi természetűek. Nekünk braziloknak szükségünk van hősökre, izgalmas történetekre. És ez friss hírnek számít. Ilyen a Chupacabra legendája is. Állandóan napirenden van. Miért mondják az emberek, hogy a tűzoltóság azon a napon egy földön kívülit fogott el? Miért mondják az emberek, hogy itt, Virginiában a tűzoltóság elfogta ezeket a földön kívüli lényeket 96. januárjában? Szerintem csak ugratás volt az egész, hogy a városba jobban odafigyeljenek. Így az egész világon megismertek bennünket. Még a tévében is szerepeltünk. Ez jó lehetőség volt arra, hogy Virginiát megmutassuk az egész világnak. Egy téves elmélet felállításával hívtuk fel magunkra a figyelmet. Amikor az esetet vizsgálók engedélyt kértek, hogy megkérdezzék azokat a tűzoltókat, akik állítólag elfogták az idegeneket, a parancsnok azt válaszolta, hogy szabadságon vannak. Néhányan azok közül, akik végrehajtották az elfogást, eljöttek hozzánk, és beszámoltak arról, mi folyik. Ez nem másodkézből vett információ. Ezek a beszámolók olyan emberektől származnak, akik ténylegesen segítettek elfogni a lényeket. Ez a legjobb beszámoló, ami csak létezhet. Bárcsak az amerikaiak 50 évvel ezelőtt meg tudtak volna hallgatni valakit a roswelli lényekkel kapcsolatban, de nem tudtak. Viszont itt, Virginiában igen. Utat! Utat! Vészhelyzet! Gyorsan! Gyorsan! Az egyik szemtanú, aki jelentkezett, egy olyan katona volt, aki azt állította, hogy ő volt az egyik, aki a lényt a kórházba kísérte. Hallgassuk meg a telefonos interjút. Óvatosan! Vigyázzunk! Nagyon óvatosan! Egyszerűen hihetetlen volt. Nem akartam hinni a szememnek, amikor először megláttam. A földön kívüli lényt hordágyon vittük be a kórházba. Nagyon furcsa, ugyanakkor hihetetlen volt az egész. Nincs tapintható pulzusa. Én abban a csapatban voltam, akik a laboratórium őrzésére kaptak parancsot, ahol a tudósok a lényt vizsgálták. Nem tudom megmondani, élte vagy sem, de az egész rettentő furcsa volt. A parancsnokunk semmihez nem mert hozzáérni. Szörnyű szag volt mindenhol. Mintha a lény bevizelt volna. Erős vizelet szagot éreztünk. Soha nem felejtem el azt a bűzt. A lény nagyjából egy méter magas volt, és a bőre furcsán, olajosan fény lett. Ijesztően vörös lett a szeme, és furcsa karmok voltak a kezén. Semmiképpen nem lehetett ember. Biztos, hogy földön kívüli volt.
erre megmernék esküdni. Én ugyancsak a kórházban voltam ott, nem láttam a lezuhant űrhajóroncsot. De beszéltem olyanokkal, akik részt vettek az elfogásban is. Ők látták az UFO maradványait. Kb. Egy hektáros területen szóródtak szét a roncsok. Amíg szolgálatban voltam, az orvoscsoport önhatalmulag mindenféle vizsgálatot hajtott végre a lényen, és megpróbálták megmenteni az életét. Azt mondhatom, az orvosok legalább annyira idegesek és döbbentek voltak, mint én. Csak arra tudtunk gondolni, mennyire hátborzongató ez az egész. Közben az orvoscsoport megállapította, hogy a lény meghalt. Életemben nem éltem még át ennél furcsább dolgot. Tudtam, hogy őrültségnek hangzik, de ott voltam, tényleg megtörtént. A saját szememmel láttam. Virginia lakói megesküdtek, hogy egy furcsa lényt láttak. Nem ember volt, nem is állat. Január 20-án hajnalban Virginia UFO invázió közepén találta magát. Sokan azt rebesgetik, hogy a hatóságok egy földön kívüli lényt kaptak el, és ezt próbálják eltitkolni a nyilvánosság elől. A város megtébolyodott. Mindenki az utcára vonult, mert több UFO-t is lehetett látni. Az emberek hajlamosak egyik dolgot összekapcsolni a másikkal. Emberek százairól, ezreiről beszélek. Mindenki tudni akarta, mi történik. Válaszokat követeltek. Mondhatni, egyfajta tömeghisztéria alakult ki. Valójában beszámolók százai érkeztek a hatóságokhoz. Fontos fejlemény történt a virginiai incidens kapcsán. Egy szemtanú a hadseregből megerősíti, hogy valóban egy földön kívülit fogtak el. Sikerült megszereznünk a katona titokban tartott beszámolóját. Az esetet nyomon követő szakértők szerint a katona igazat mond. A szakértők számára az eset legfőbb bizonyítékát a feltételezett földön kívüli elfogásában és elszállításában résztvevő katonák beszámolói szolgáltatják. Az ügyben szereplő helyi katonai bázis tisztképző akadémia volt. Amikor az UFO szerencsétlenségről kérdeztük őket, falakba ütköztünk. Ám furcsa módon a szemtanúk beszámolói alapján a kórházban látott idegeneket liliputi párként azonosították. Még napjainkban sincs bizonyítva, hogy léteznek földön kívüliek. Ezúttal sincs szó semmi ilyesmiről. Nincs is rá bizonyíték. Január 20-án Virginiában szakadt az eső. Viharos idő volt. A Mercedes teherautóknál pedig éppen aktuális volt a garanciális javítás. Virginiába mentünk tehát az ütemezett karbantartásra. Ezután történtek a furcsa fejlemények. Sok volt a véletlen egybeesés. Egy liliputi párt kellett beszállítanunk a kórházba. A hölgy terhes volt, szülni készült. A mi teherautónk éppen kéznél volt. Bevittük őket a kórházba. Őket hitték földön kívülieknek, pedig csak egy liliputi házas pár volt, és a feleség szülni készült. Úgy tudom, hogy a brazil katonai szervek azt állították, hogy az egész esemény tulajdonképpen egy valós eset furcsa félreértelmezéséből eredhetett, és tulajdonképpen egy liliputi házaspárt szállítottak a kórházba. Nem tudom, mi lehetett, de a saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a hadsereg tisztességes emberekből áll, és szerintem, ha ők azt mondják, hogy ez történt, akkor ezt egyértelműen el kell fogadnunk. Lehetséges, hogy még egy idegen lény megmenekült a balesetből, mert a kórházba szállított egyik földön kívüli állítólagos halála után néhány órával egy másik idegen lényt vettek észre, aki egy városszéli szeméttelepen rejtőzött el.
Nyírkos idő volt, ezért úgy döntöttünk, arrafelé megyünk haza. Útba esett, így hát keresztül mentünk rajta, hazafelé menet. Egyszer csak megláttunk egy furcsa lényt. Amikor elmentünk mellette, nem nézett ránk. Viszont amikor Katya felsikoltott, akkor már igen. A lányoktól megkérdeztük, hogyan nézett ki a lény. Egy rajzoló segítségével részletes vázlatot készítettünk róla. Barna volt. A bőre nagyon puhának tűnt. Szinte be lehetett volna nyomni. Vörös volt a szeme, és mereven bámult. Három dudor volt a fején, és átlátszottak a vállán az erek. Amikor ránk nézett, olyan volt, mintha szenvedne. Fájdalmat láttunk rajta. Amikor belenéztem a szemébe, úgy láttam, mintha fájdalmai lennének. Úgy nézett rám. Nagyon furcsának tűnt. Katya és Lilian elrohant. Én meg csak álltam ott. Aztán végül a lény is elszaladt. A történet alapján egy démoni alaknak tűnő valakit láttak. Három szarvra emlékeztető kinövés volt a fején. De ezek nem szarvak voltak. Barna volt a bőre, olajosan fénylett, és a felkarján, meg a nyakán sötét lila vénák látszottak. A három testvér rendkívül hasonlóan írta le a lényt, mint a katona a kórházban. A helyi katonai parancsnok erre is kész magyarázattal szolgált. Virginiában vihar volt akkor. Egy liliputi férfi, egy nagyon alacsony, súlyosan torzult és fogyatékos férfi pedig a szeméttelepre menekült. Csúnyán megsérült a viharban. És mivel nem tudott hová behúzódni, és a szeméttelep közelében volt, oda menekült. Ott látták meg a lányok, és földön kívülinek nézték. Ha valaki hirtelen meglátja ezt a férfit, nyilvánvalóan összezavarodik, és megijed a kinézetétől. Testileg torzult, és a bőre rendkívül sötét színű. Atyaisten, ilyet még nem láttam. Ennek van szíve. Hol vannak a vénák? Nyilván volt valami furcsa a dologban. De Brazíliában nagyon sok érdekes vadállat él, és némelyikük nem igazán ismerős a nyugati kutatók számára. Nagy ez az ország, és sok rendkívüli állat él benne, amelyek láttán esetleg valaki csak csodálkozni tud, hogy te jó ég, mi a csuda ez? Mennyire biztos abban, hogy igazat mondtak? Igazat mondanak, mert amit ott láttak, az nem kutya volt. Nem állat. Milyen állat nézne így ki? Senki nem találna ilyen állatot, pedig jó pár állatfaj él Brazíliában. Az egész teste olajos volt. Csillogott az olajtól. A feje tele volt dudorral. Hogy a szeméről ne is beszéljünk. Összességében emberszerű volt. Persze, lehet azt mondani, hogy kutya vagy majom volt, de szinte kizárt, hogy az lett volna, mert az állatok nem rendelkeznek ilyen jellegzetességekkel. Az egyik legérdekesebb dolog a virginiai lányok tanúvallomásában, hogy az általuk elmondottakban semmi nem utalt arra, hogy UFO-t vagy földön kívülit láttak volna. Tulajdonképpen a lényt úgy emlegették, mint a sátán. Nagyon fontos a szemtanúk esetében tisztában lenni azzal, hogy mindig a saját hiedelemrendszerükből, a saját ismereteikből táplálkoznak, és ami különösen fontos, a saját kulturális hátterük alapján. Ebben az esetben tehát nyilván láttak valamit, de az az elmélet, hogy valamiféle UFO-t vagy földön kívülieket láttak volna, csupán a nyugati UFO-kutatóktól származik,
hiszen a szemtanúk eredetileg semmi ilyesmiről nem tettek említést. Néhány nappal később felbukkant még egy szemtanú, egy angolul beszélő ügyvédnő, aki látta a helyszínt, ahol az állítólagos UFO szerencsétlenség történt. Kb. 20 percre lakom a helyszíntől, a hegyek alatt, közel a városhoz. Hajnali 2 körül járt, és én éppen fent voltam, amikor kintről egy hatalmas robbanást hallottam, mintha bomba robbant volna fel. Amikor kinéztem az ablakon, óriási tüzet láttam a hegyoldaltól nem messze, a házammal szemben. Fogalmam sem volt, mi történt, de egyértelműen valami rossz dolog. Azonnal hívtam a tűzoltókat, de nem kaptam választ, ami szerintem elég furcsa dolog. 1-2 perc múlva szirénázást hallottam, és arra gondoltam, már más is szólt nekik. Néhány perc múlva 3 katonai teherautót láttam a tűzoltókocsi mögött, a levegőben pedig egy helikopter körözött. Emlékszem, azon gondolkoztam, mit keres itt a hadsereg? Hogy kerültek ide ilyen hamar? Az egész nem történt régebben, mint 5-6 perce. Tovább figyeltem a tűzoltókat és a katonákat, de ahhoz túl messze voltak, hogy részleteket is megfigyelhettem volna. Ekkor arra gondoltam, hogy talán egy katonai gép zuhant le, és az volt a robbanás, amit hallottam. De még mindig nem tudtam, mi történt. Emlékszem, az egész területet előzönlötték a rendőrség meg a tűzoltóság emberei. Aznap valamivel később hallottam a városban, hogy miről beszélnek. Rájöttem, hogy valami szerencsétlenség történt. Ekkor kezdett számomra értelmet nyerni az egész. Igaz, hogy nem sokat láttam, csak tüzet meg összetört darabokat, de az biztos, hogy valami lezuhantott. Ezt 100%-ig megerősíthetem. Néhány héttel az eset után a baleset helyszínén tartózkodó egyik katona, Marco Eli Serez, ismeretlen eredetű mérgezésbe halt bele. Marta, a nővére, biztos benne, hogy bátyja a földön kívüli lénytől kapott valamilyen fertőzést, és független orvos szakértő általi boncolást követelt. A rendőrségnél dolgozott, és végig ott volt, amikor a lényt elkapták és vizsgálták. A kórházba is elment vele. Csak 3:45-kor tette le a szolgálatot. Amikor az öcsémék elfogták a lényt, valószínű, hogy ő is hozzáért, mert az orvosi vizsgálat kimutatta, hogy a bőrén keresztül fertőződött meg. A fertőzéshez nem kellett, hogy sebes legyen akármelyikük bőre, és biztos, hogy a lény fertőzte meg. Egész biztos, hogy akkor kapta a fertőzést, amikor elkapták a lényt, mert előtte semmi baja nem volt. Furcsa módon az orvos azt mondta, hogy nincs szükség boncolásra, és utasítást adott a tetem azonnali elhamvasztására. A vérvizsgálat kimutatta, hogy a férfi vére 8%-ban tartalmazott ismeretlen eredetű toxikus anyagokat. Valaki a virginiai rendőrségtől elmondta nekem, és ezt rögzítettem is, hogy Marco Eli Cserese részt vett az elfogásban. Valahogy közel került a lényhez, vagy talán meg is érintette, és hirtelen nem tudta megmozdítani a karját, nem tudott egymaga enni. Szörnyű volt. Kórházba szállították, de az orvosok semmit nem mondtak a családnak. Néhány nap múlva meghalt. Egy tűzoltó, aki a baleset helyszínén tartózkodott akkor, szintén meghalt mérgezésben. Habár Virginia lakói és a média válaszokat követelt, a hatóságok hallgatásba burkolóztak.
Forrásaink szerint a baleset helyszínén talált valamit vagy valakit végül néhány napon belül jelzés nélküli teherszállító repülővel szállították el az országból ismeretlen úti cél felé. Ezzel pontot lehetett volna tenni a brazíliai eset végére, ha egy-két héttel később nem számolnak be még egy földön kívüliről, akit ezúttal az állatkertnél láttak. Egy idős hölgy vett észre egy az előző esetben látotthoz nagyon hasonló lényt. Nem akarom azt mondani, hogy egy földön kívülit láttam. Annyit mondok csak, hogy amikor kimentem a verandára rágyújtani, valami nagyon rusnya lényt pillantottam meg. A szeme vörös volt, nagy és kidudorodott. A bőre sötétbarna volt. Összességében nagyon csúnya látványt nyújtott. A hölgy elmondása szerint a lény szeme fényt bocsátott ki, mert amúgy késő éjszaka volt. Ebben az esetben azonban a hölgy a lény arcát is látta. Az orra kicsi volt, és a szája egy keskeny rés. Ezen kívül azt is látta, hogy világított a szeme. És a következő pillanatban már ott sem volt. A hölgy hazament, szólt a férjének, és azután hívtak minket. Persze, senki nem tudja, hogy mit látott, vagy mire gondolt, hogy mit lát. De az érdekes, hogy az eset előtt néhány nappal sok állat pusztult el hirtelen valamiféle ismeretlen eredetű mérgezéstől. Furcsa volt, hogy közvetlenül a lény felbukkanása előtt problémák merültek fel az állatkertben. Február óta 5 állatunk pusztult el, és nem találnak tudományos magyarázatot az okára. Az egyik állat már születésekor kimúlt, és ez nagyon szokatlan dolog. 7 éve vezetem ezt az állatkertet, és ilyen eset még nem fordult elő. Még egy lény rejtőzik tehát az állatkertben, vagy esetleg Mrs. Klepf nem ismert fel egy furcsa állatot. Ebben az esetben sok szemtanúnk volt. Nem hinném, hogy az egészet kitalálták. Ellenben úgy gondolom, azt kell alaposan ellenőriznünk, hogy esetleg nem egy sor egymáshoz kapcsolódó eseményről van-e szó, olyan emberekről, akik előszeretettel vonnak le bizonyos következtetéseket, hogy talán semmi izgalmas nincs is az egészben, csupán emberek rosszul ismernek fel bizonyos állatokat, és talán amúgy hétköznapi eseményekhez rendkívüli magyarázatokat fűznek. Az amerikai újságírónő és UFO-kutató Linda Moulton Howe részletes riportot állított össze a brazíliai esetről. Biztos benne, hogy nem csak, hogy 96. januárjában földön kívüliek zuhantak le Brazíliában, hanem hogy a brazil és az amerikai kormány ezt igyekszik elpalástolni. Már legalább 50 éve tudják és elpalástolják, hogy földönkívüli biológiai egyedek léptek érintkezésbe bolygónkkal. Bejárnak az udvarainkba, a legelőinkre, még a hálószobáinkba is. Nem akarják, hogy mindenről tudjunk, mert félnek a tömeges pániktól. Ezt egy bizonyos szintig meg is értem. De közben minden porcikám azt mondja, hogy az élet a nagy tanítómesterünk. A tudás erőt ad nekünk, a nem ismerés pedig legyengít. Szerintem mindannyian megérdemeljük az igazságot, mert bármit is csinálnak a földön kívüliek, kell, hogy legyen magyarázat, akár a mexikói, akár a dél-amerikai, rendkívül erőszakos esetekre is. Hogy mi a magyarázat? Ezt kell kideríteni. Linda szerint a brazíliai Roswell messze nagyobb horderővel bír, mint Virginia. Talán még azt is megmagyarázza, hogy az idegeneknek mi a szándéka a bolygónkkal.
Már több mint két évtizede kísért az a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a Földön kívüli biológiai egyedek érintkezésbe léptek ezzel a bolygóval. És minden eddigi magyarázatban, minden eddigi szemtanú esetében bizonytalanságba kergetnek minket, hogy vajon valami szörnyűségről van-e szó, vagy inkább jó dolog, meggyógyítják az emberiséget. De a kormány ideges, mi pedig kezdünk elbizonytalanodni. Jó ez nekünk, vagy inkább rossz, vagy közömbös, jó indulatúak? Mi ez az egész? És kezdtem rádöbbenni, hogy talán az a legveszélyesebb, hogy mindannyian kategorizálunk. Pedig ez az egész igenis megtörténhet, csak az emberek nem akarják meglátni. Ez az én személyes érzésem. Én is kategorizálok, mert semmit nem tudok bizonyítani. Mégis ez az érzésem. Egyre inkább azt érzem, hogy komplex dologról van szó. Az összetettség rendkívül mély szintjéről. Egy nem emberi intelligencia bukkant fel, ahogy a kormány benfentesei fogalmaztak, technológiai vívmányaikat tekintve 1 millió év előnyben vannak velünk szemben. Felfoghatatlan, hogy mire képesek a gravitációval, az elektromágneses térrel. Én magam sem vagyok képes felfogni, de bárki más sem. Érdekes módon nem csak a Roswelli esetről tudunk, amikor a Földön kívüliekkel történő valamiféle közeli találkozásról számoltak be. Több tucat részletes akta létezik, a legtöbbet titkosították. Mindegyik tartalmazza a szemtanúk beszámolóit, sőt az állítólagos Földön kívüliekről készült fotókat is. Meg vagyok győződve arról, hogy rendelkezünk Földön kívüliektől szerzett helyreállított légijárművekkel, hogy érintkezésbe léptünk az idegenekkel, valamilyen úton módon kommunikálunk velük, és vannak védett járműveink és konzervált tetemeink. Teljesen egyértelmű a helyzet. Először is megdönthetetlen a bizonyíték, hogy Földünket rendszeresen Földön kívüliek intelligens vezérlésű űrhajói látogatják. Némelyik azonosítatlan repülőtárgy Földön kívüli űrhajó. A legtöbbjük nem, azok nem érdekelnek. Másodszorban kozmikus Watergate botrányba csöppentünk, vagyis az amerikai, a kanadai, a brit és biztosan egyéb kormányok is 1947. júliusa óta tudnak mindenről, amikor is legalább két lezuhant repülő csészealjat és néhány Földön kívüli tetemét találták meg Új-Mexikóban. Azóta tudják, hogy némelyik azonosítatlan repülőtárgy Földön kívüli jármű. Harmadsorban a kicsi, de hangos ellenző tábor felállított érvelése egyik esetben sem állta meg a helyét. Szerintem tagadhatatlanul és kétségbe vonhatatlanul látogattak, illetve látogatnak minket Földön kívüliek. De hogy pontosan mi az oka és mit csinálnak, azt még mindig nem tudjuk. Bár tudnunk kéne. Hozzávetőleg 25 évnyi kutatás, történelem, elemzés, esettanulmány, filmfelvételek, fényképek, videók alapján arra a következtetésre jutottam, hogy itt vannak. Akárkik is azok, akárhonnan jöttek, és bármit is csinálnak. Idegen intelligenciák szállták meg a bolygónkat. Szerintem a társadalmon múlik, hogy ezt megérti-e vagy sem, és valamilyen módon reagál-e rá, mielőtt még késő lesz. Szerintem főként azért nem akarják a témát nyilvánosan megvitatni, azért van ez a nagyfokú titkolózás, mert kínos helyzetben vannak. Nem hinném, hogy azért, mert azt hiszik, hogy az emberek, akik az információ feldolgozásáért felelősek lennének, pánikba esnének. Sokkal inkább azért, mert a légterünkre behatoló Földön kívüliek ellen nem rendelkezünk kielégítő védelemmel. Még mindig rejti, hogy mi történt Virginiában. Egyrészt rendelkezésre áll több tucat szavahihető tanú, civilek is és katonák is, akik esküsznek, hogy aznap éjjel Földön kívülieket láttak. Van egy szemtanú, aki látta, hogy a baleset helyszíne lángokban áll, és egy katona, aki azt állítja, hogy parancsot kapott a lény kórházba szállítására.
Másfelől viszont a brazil hadsereg és a tűzoltóság tagadja, hogy bármi ilyen történt volna, és azt állítják, hogy a szemtanúk liliputikat láttak. Örömmel mondhatom, részben a Roswelli esetet tekintve precedensnek, hogy az emberek nagyon komolyan veszik az ilyen eseteket. Ez talán, mivel nem tudok több olyan esetről, ahol ilyen lényeket láttak volna, új fejlemény, újabb lépés az UFO kutatásban. Szerintem itt a nagy lehetőség, hogy bebizonyítsuk, az emberiség igenis kapcsolatban áll idegen lényekkel. A Roswelli eset nagyon lényeges momentum, de 50 éve történt. Ez pedig új keletű, sok a hadseregtől és a civilektől származó információ, és ezek friss információk. A helyzet nagyon jelentős abból a szempontból, hogy bizonyítani tudjuk, bolygónkat tényleg földön kívüli lények látogatták meg. Örökké nem titkolhatják el előlünk, mert már sokat tudunk erről az egészről. Tudjuk az esetben érintett személyek nevét, tudunk részleteket a lény elfogásával és szállításával kapcsolatban. Sokat már nem titkolhatnak előlünk. Szerintem nem szabad elfelejtenünk, hogy a tanúk sem tévedhetetlenek. Mindenki hibázhat, esetleg rosszul ismernek fel valamit, főleg ha szokatlanok a körülmények. Mindig azt mondom mindenkinek, először hétköznapi magyarázatot kell keresni. Lehet, hogy éppen valami hadgyakorlat folyt, csak rosszul látták. Lehet, hogy űrszemét tért vissza a Föld légkörébe, és ez szolgáltatta a szokatlan jelenséget. Érdemes újra megfontolni, hogy tényleg nem csak valamiféle megriasztott vadállattal van-e dolgunk, és olyan emberek látták, akik esetleg még nem találkoztak ilyen állatfajtával. Nagyon sok olyan dolog van, ami talán önmagában nem vezetett volna ilyen mérvű eseményekhez, de ha összerakjuk ezeket, rendkívüli egybeesések sorozata jöhet létre, és ilyen helyzetben az emberek hajlamosak a dolgokat félreértelmezni. Az elzárkózás és az elutasítás helyett én inkább megpróbálok a lehető legelfogulatlanabb lenni az indítékokkal kapcsolatban. Ha a kulcskérdés a túlélés, és ha valamennyi információ, amit a földön kívüli biológiai egyedek hordoznak, az emberi faj túlélésével függ össze, akkor a kulcskérdés megfejtése kiemelkedő fontosságú. Szerintem az Egyesült Államok kormánya folyamatosan túlórázik, hogy megpróbálja ezt megfejteni. Ha a túlélés a leglényegesebb kérdés, akkor vajon mit tudnak a földön kívüliek, amit mi nem? A világűrrel, a máshonnan érkezett lényekkel kapcsolatos egész hozzáállásunk drasztikusan megváltozott. Az emberek, a szenátorok, a kongresszus tagjai, az elnök torkig vannak ezzel a rengeteg titkosított, több milliárd oldalnyi aktával. Az egyik jó dolog a virginiai esettel kapcsolatban, hogy feltehetően valamennyi szemtanú él még, és még egy ideig élni is fog. Van tehát némi remény, hogy még több erőfeszítéssel, még több tanút be lehet vonni, különös tekintettel a bennfentesekre. Gondolok itt a kórházi személyzetre, az akciót végrehajtó katonákra, és így tovább. Természetesen nagy az esélye, hogy megtaláljuk őket.